Sziasztok! Hegedűs Péter vagyok, a célkreator.hu tulajdonosa, és itt van mellettem Mészáros Ferenc, aki 23-szoros NB1-es válogatott futbolista, és a legmagasabb licenszel rendelkező edző, és Belgiumban is profi játékos volt. És a célokról, a célkitűzésekről fogunk beszélgetni egy rövidet. Hello, sziasztok! Feri, mit jelent a sportban a célok? Hogyan, mennyire fontos ez egy sportolónak a célkitűzése, hogy ott legyen? Ez szerintem a legfontosabb. El kell mondjam, hogy én amiatt az eszemet tudom, én mindig futballista akartam lenni, már kisgyerekként. Tehát még a kis faluban laktam, reggeltől estig rúgtuk a labdát, de szerintem mindig azzal a gondolattal feküdtem le, hogy valamikor nagyon nagy játékos leszek. Ilyen NB1-es játékos akartam lenni a világ életemben. És nagyon érdekes volt, hogy mindig amikor kitűztem őket, akkor el is értem ezeket a célokat. Nagyon jó. És mi az, ami ebben a legjobban segített neked? Hát ugye, amikor kitűzöm a célt, és mindig nagy célok voltak, mert ahogy már NB1-es lettem, 18 évesen NB1-ben játszottam, utána kitűztem azt, hogy válogatottba akarok lenni. 3 év válogatott lettem. Ugye 4 év után Belgiumba kerültem profiként, futballoztam tovább. Akkor, tehát mindig olyan hajtóerő keletkezett az emberbe, olyan vágy azért, hogy elérjem, hogy ez átsegített minden nehézséget. Oké. És mikor elértél egy célt, akkor mi volt a következő? Hogyan tűzted ki a következőt? Mekkorát mertél álmodni? Vagy mekkora célt mertél kitűzni? Az az igazság, hogy mivel nagyon, nagyon bíztam magamba, és nagyon-nagyon önbizalmam volt, ezért mindig nagyon nagy célokat tűztem ki. Tehát akkoriban azért egy válogatottban való szereplés az a szenzációnak számított. És 20 évesen tudtam debütálni a Népstadionban, tehát ez egy óriási dolog volt. Akkor nagyon kevés gyerek mert erről álmodni. Tehát én azt mondom, hogy ilyen célokat kell kitűzni. A kisebb céloknak azért nincs értelme, mert nem igazán tud akkora energiákat mozgósítani az ember annak érdekében, hogy elérje. Oké. Mit üzensz a fiataloknak vagy a vállalkozóknak, hogy hogyan tűzzenek ki célokat? Hát amit mondtam az előbb, mindenképpen nagy célokra specializálják magukat, tehát ne ijedjenek meg, ne értékeljék le magukat soha, a célokba se értékeljék le, és higgyék el, hogy ha a nagy célt kitűzik, akkor még mindig elég nagy célt el tudnak érni, ha kicsi esetleg bukta van benne, de általában nem szokott lenni, ha megvan a hajtóerő ismerni. Nagyszerű, köszönöm szépen! Nagyon szívesen!